Ez, hogyha a vezetés közben belesüt a szemembe a nap, akkor ez így tök jó, hogy rajta van a szemüveg, és nem zavar. Ez annyira egyházi fiú már most napszemüveget visel vezetés közben. A becsillanó napsugarak ellen védekezik vele. Így teszi biztonságosabbá a közlekedést. A tavasz közelettével egyre több napsütésben van részünk. Ennek azonban számos zavaró és káros hatása is van. Nem csak a becsillanás okozhat kellemetlenséget, hanem az UV-sugárzás is megnövekszik. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a káros sugaraktól és az erős napfénytől még fokozottabban védjük a szemünket. Az ózonréteg normál esetben megakadályozza, hogy a káros UV-sugarak szemünkbe jussanak. Az ózonréteg azonban egyre vékonyodik, így a rövid hullámú UV-sugarak szinte akadály nélkül juthatnak szemünkbe. Ennek kötőhártya gyulladás, szaruhártya és ideghártya sérülések lehetnek a következményei. Sőt, az orvosok a lencsehomály vagy az egyre fiatalabb korban jelentkező szürkehályok kialakulását is összefüggésbe hozzák az UV-sugárzással. A látszerészek azt javasolják, már most érdemes napszemüveget vagy fényre sötétedő lencsét hordani. Ezt a lencsét polár szűrővel is ellátták. Lényege, hogy a zavaró csillogást a fényes felületekről visszaverődő vakító fényt kiszűrje, és kontrasztosabban lehet látni vele. A szakemberek szerint ez is nélkülözhetetlen egy napszemüveg esetében. Mint mondják, a választáskor ma már nem csak az UV-szűrőre kell figyelni. A színvisszaadó képességének is jónak kellene egy napszemüvegnek, tehát ami az életben piros, azt a lencsén keresztül is pirosnak kell lássuk, és feleslegesen ne sötétítse be a látóteret körülöttünk, tehát ne az legyen, hogy egy sötét lencsét teszünk a szemünk elé, és mindent letompint, hanem pont az ellenkező hatást kell elérni egy jó napszemüvegnek, hogy élénkíti a színeket, sokkal tisztában látunk, de ennek ellenére védi a szemünket az UV-sugárzástól és meg az erős fénytől is. Nem csak a közvetlen napsugárzás jelent veszélyt. Ha süt a nap, a legtöbben felveszik a napszemüveget, de ha felhők árnyékolják az eget, már nem tartják fontosnak viselését. Pedig a káros sugarak egy része felhősödés mellett is lejut a föld felszínig. A napszemüveg viselése tehát felhős ég mellett is ajánlott.